Újdonság, hogy úgynevezett gasztrojeggyel a versengő csapatoknál is kóstolhatnak majd az érdeklődők a napkori böllérversenyen, hiszen a legtöbben ezért látogatnak ki egy-egy gasztronómiai rendezvényre. A hurka kolbász mellett a falusi disznótoros kiváló ételei készülnek majd a fesztivál helyszínen. 15. alkalommal kerül megrendezésre a böllérverseny, aminek a nevében nemzetközi böllérversenyként hirdetjük, hiszen az is. Három csapat indul most határon túlról, ez három testvértelepülésünk, Szatmárhegy, Erdőd és Kaplony. Tehát a nemzetköziség az adott, de az bátran kimerem jelenteni, hogy több érdeklődő van már, tehát az ország minden részéről, Szegedtől, hagyd ne soroljam, hogy honnan, hogy buszokkal érkeznek és parkolásról érdeklődnek. A rendezvény hivatalos tájékoztatóján a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke elmondta, a Magyar Turizmus ZRT az idei évet ismét a gasztronómiához köti majd, mint a 2015-ös évet. Most a gasztronómia élmények éve lesz ma Magyarországon, amely marketing, egy bizonyos marketing szemléletet tükröz. Mi, mint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, országos elnökség úgy döntöttünk, hogy 100%-ban támogatjuk ezt az elképzelést és a Turizmus ZRT-nek az ez irányú teendőit. 2016-ban mi is nem csak ezeket az élményeket szeretnénk végigkísérni rendezvényről rendezvényre, hanem különböző programokkal jelentkezünk majd mi is az ország bármely pontján megjelenhetnek kollégáink. A január 16-ai napkori böllérversenyen versengő csapatok a népi hagyományoknak megfelelően idén is mangalicát dolgoznak majd fel. Azt mondjuk, hogy a mangalicának teljesen zsírsort tartalmaz, de csak a fiatal mangalicánál fordul elő. Édesteljese a húsnak jobb íze van, mert zsírral át van picit szőve, nincs olyan sovány, picit zavtasabb a hús, azt tudjuk mondani, nem zsíros a hús, hanem zavtasabb a hús. A hétvégi rendezvényen díjazzák majd a legjobb böllért, a legfinomabb toroskáposztát és fogópálinkát is.